felháborító, hogy a Miskolci járási ügyészség nem akar letöltendő börtönbüntetést adni annak az embernek, aki megtámadott Miskolcon egy buszsofőrt. Azt gondolom, hogy ennek rendkívül rossz üzenete van. Egyrészt azt üzené a buszsofőröknek, hogy bár elméletileg kiemelten védett személyek, amikor közfeladatot látnak el, gyakorlatban azonban nem kapják meg ezt a védelmet. Másrészt az elkövetőnek pedig azt üzené, hogy igazából bármit megtehet, komoly következmények nélkül. Ráadásul felmerül bennem az a kérdés is, hogy ahogy mondtam, a közfeladatot ellátó személy kiemelten védettnek nyilvánítandó, hogy ilyen személyek megtámadás esetén az ügyészség mindösszesen az egyik legenyhébb büntetés kiszabását kezdeményezi csak, akkor vajon mit kezdene akkor, amikor úgymond az átlagembert támadnák meg? Esetleg még csak meg is dicsérni az elkövetőt? Én azt gondolom, hogy az ügyészek egyes tagjainak bizony el kell azon gondolkodniuk, amikor ilyen gyenge büntetések kiszabását kezdeményezik, vajon milyen szerepük van abban, hogy Magyarországon egyre inkább terjednek az erőszakos bűncselekmények. A Mi Hazánk mozgalom kidolgozott egy törvényjavaslatot, amelynek az a lényege, hogy a közfeladatot ellátó embereket, hogyha megtámadják erőszakosan, akkor ott bizony mindenképpen letöltendő börtönbüntetés legyen a vége. A Miskolci bíróságtól pedig elvárjuk azt, hogy ebben az esetben ne fogadja el az ügyészség ajánlását, hanem igenis tárgyalja az ügyet, és elrettentő ítéletet hozzon, hogy elvegye a kedvét az elkövetőnek.